Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács október 14-i hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. Jogerős adatok. A helyi választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket. Eskütétel. Október 9-én megalakult Mohács Város képviselőtestülete. Öt alappillér. Pávkovics Gábor polgármester az önkormányzat gazdasági programjáról adott tájékoztatást. A hangszerek királynője Mohácson. Október 17-én városunkban koncertezik Rákász Gergely orgona művész. Még mindig veretlenül. Ezúttal a Lovász Hetény együttesét győzte le az MTE 1888 férfi labdarúgó csapata. Női kézilabda. Vereséget szenvedtek a mohácsi lányok a Liga kupában. A szeptember 27-i időközi helyhatósági voksolást követően október 9-én tartotta alakuló ülését Mohács közgyűlése. A helyi választási bizottság elnöke ekkor számolt be a választás eredményéről, illetve a már megalakult képviselőtestület előtt a napirendi pontok között beszélt a bizottság munkájáról és hangsúlyozta, az időközi választáson városunkban semmiféle választási botrány, csalás, visszaélés nem történt. Mohácson szeptember 27-én tartottak időközi helyhatósági választásokat. Ezt követően október 9-én kerülhetett sor az új képviselőtestület alakuló ülésére a Városháza dísztermében. A jogerőre emelkedett eredményeket és a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat Szabadosné dr. Vargaigy Ágnes, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az eseményen megjelentekkel. A helyi választási bizottság és magam nevében tisztelettel köszöntöm Hargita János urat, országgyűlési képviselőnket, köszöntöm polgármester urat, képviselőket, meghívottakat és az alakuló ülésen megjelenteket. Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam önöket a 2020. szeptember 22-i időközi helyhatósági választásról. Az időközi választáson a választásra jogosulta 15.335 fő, 54,39%-a járult az urnákhoz. A leadott szavazatok 56,43%-ával Mohácsváros megválasztott polgármestere Pávkovics Gábor. Az egyéni választókerületből megválasztott képviselő a választókerület sorrendjében Bogos Tünde, Jaksi György, Dr. Szigeti József, Róhozsahegyi Áron, Szekó Zsófi, Vébel Zsolt, Földverné Víz Zsuzsa, Szurcsikné Fábián Györgyi. Töredék szavazatok alapján két listás mandátumhoz jutott a Van Egyesület, Csorbahai Ferenc, Gibizer László, Dr. Csizmadi Csaba. Az ülés megkezdése előtt eskütételre kerül sor. Kérem, a megtételéhez álljanak fel. Elsőként a polgármester úr, majd azt követően a képviselők tesznek esküt. Kérem, az én elhangzása után polgármester úr. Én, Pávkovics Gábor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, annak alaptörvényéhez, hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségből eredő feladataimat, Mohácsváros fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen, teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm.
Választási Bizottság elnöke a már megalakult képviselőtestület előtt a napirendi pontok között beszélt a bizottság munkájáról, és hangsúlyozta, az időközi választáson városunkban semmiféle választási botrány, csalás, visszaélés nem történt. A helyi választási bizottság az időközi választáshoz kötődően 14 alkalommal ülésezett, 56 határozatot hozott. A bizottság 3 választott és 3 delegált taggal végezte munkáját. Főként a televízió nézők és a közvélemény tárgyilagos és pontos tájékoztatása érdekében feladatomnak érzem kiemelni a bizottság munkájából az alábbiakat. Soha nem látott mennyiségű kifogást kellett a bizottságnak elbírálni, amelyek mindegyikét egy kivétellel a VAN Egyesület nyújtotta be. Itt szeretném elmondani, hogy a benyújtott kifogások egyike se volt megalapozott, valamennyi kifogás minden jogorvoslati fórumon elutasításra került. Külön is érdemes kiemelnem 2 ügyet. Az egyik a VAN Egyesületnek egészen az Alkotmánybíróság elvitt kifogása, amíg még az ajánlásgyűjtés időszakában történt elírás kapcsán közösségi médiában a választás botrányaként híresült el. Sem a kúria, sem az Alkotmánybíróság a benyújtott panaszokat nem találta megalapozottnak, a helyi választási iroda eljárását teljes mértékben jogszerűnek ítélte meg mindkét bírói fórum. A másik ügyben Csorbai Ferenc, akkor még polgármester fellebbezése okán eljárt területi választási bizottság, valamint a kúria sem találta megalapozottnak, dr. Kovács Mirella helyi választási iroda vezetője által a sajtóba tett nyilatkozatai miatti kifogásokat. Így hadd nyugtassam meg a tisztelt választópolgárokat, illetve a jelenlévőket, hogy városunkban semmilyen fajta választási botrány, csalás, visszaélés nem történt. Valamennyi ilyen jellegű, főként a sajtóba, a közösségi médiába történt hírkelt és valótlan és megalapozatlan volt. Úgy vélem, hogy ebben mindenkinek meg kell azt tanulnia, hogy az ilyen jellegű híresztelés szükségtelen, nem méltó a városhoz és a városba élőkhöz. Pár szót a mozgóurnás szavazásról. A Covid okozta pandémia ismeretlen helyzet elé állította a választási szerveket. Szeretném megnyugtatni a televízió nézőket és a jelenlévőket, hogy mind szavazókori helyszínen, mind a választási lebonyolításban résztvevők felkészítése részben a Nemzeti Iroda vezetőjének tárgyban kiadott eljárásában foglaltaknak, másfelől a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásában foglaltaknak történt. És a számokban minden következőként jelent, mit jelent. Mi 2019-es EP választás alkalmából a mozgóurnát igénylők száma 89 fő volt, 2019 októberi hajhatósági választáson 77 fő volt, a szeptember 27-i választáson 142 fő igényelt mozgóurnát a választás napján a szavazatszedő bizottságnál 48 fő és a webes felületen ügyfélkapun 6 igény érkezett. Azaz összesen 195 fő választópolgár szavazott a mozgóurna igénybevételének a vasárnapi időközi választáson Mohácson. Ez 2,5-szerese a tavalyi helyhatósági választáson a mozgóurnákkal szavazóknak.
Összegezve elmondható, hogy emberi számítás szerint felkészülten, szervezett, fegyelmezetten, rendkívüli esemény nélkül került lebonyolításra a mozgó urnás szavazás városunkba. Ehelyett szükséges szólni a választás technikai lebonyolításába, vettek részt úgy a szavazókörben, mind a helyi választási irodánál, Mohácsváros 23 szavazókörébe, a szavazatszámláló bizottság munkájába akár megválasztott, akár delegált tartani, nem csak a választás napján, hanem azt megelőző felkészítésen részt vett 211 szavazatszámláló bizottsági tag. Ezen felül szeptember 27-én polgármesteri hivatal, a Baranya megyei kormányhivatal Mohácsi járási hivatalából, a Mohácsi területi állományából jegyzőkönyvvezetőként 23 egész napi munkájukkal segítették a bizottságok munkáját. A helyi választási iroda 15 fővel segítette az adminisztratív, technikai, szállítási, szervezési és elszámolási munkát. Az időközi választás zökkenőmentes fennakadás nélküli, rendkívüli események nélkül sikeres lebonyolítását dr. Kovács Mirella, a helyi választási iroda vezetője vezényelte. Összesen 255-en szolgálták a választás napján a közösségen. Köszönöm minden résztvevő odaadó szolgálatkész becsületes munkáját. Gratulálok a most megválasztott polgármester úrnak, képviselő hölgyeknek és uraknak. Munkájukhoz kívánok jó egészséget, bölcsességet, együttműködő, jó döntéseket hozó közös munkát. Ne feledjék, a települési képviselő a testület egészért vállalt felelősséggel a választó polgárok érdekeit kell, hogy képviselje. Miután a helyi választási bizottság elnöke ismertette a szeptember 27-i időközi helyhatósági választás legfontosabb számait és eredményeit, az eskütételekre került sor a Városháza dísztermében. Elsőként Pávkovics Gábor polgármester mondta el az esküszövegét. A képviselőtestület alakuló ülésén először Pávkovics Gábor polgármester tett esküt, majd a grémium tagjai mondták el az esküszövegét és vették át megbízó leveleiket. Az új városvezető a tanácskozást megnyitó beszédében hangsúlyozta, a közös célokra, Mohács jövőjére kell összpontosítani. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy évvel ezelőtt egy tragikus esemény következtében városunkban kialakult egy méltatlan helyzet. Sokan érezték akkor is, hogy a helyzet méltatlan Mohács demokratikus múltjához. Úgy vélem, a választók akaratnyilvánításával és támogatásával helyükre kerültek a dolgok. A kiemelkedően magas részvétel azt üzente, hogy a lakosság megértette a szeptember 27-i választások jelentőségét és üzenetét. Így válhatott ez a nap a demokrácia valódi ünnepévé. Köszönöm a választóknak a bizalmat, azt, hogy kitartottak mellettünk, és határozottan az elmúlt több mint 20 év stabilitásának, sikereinek és társadalmi nyugalmának folytatása mellett tették le a voksukat. Egy év kényszerpálya és tétovaság követően teljes lendülettel, szakértelemmel, elhivatottsággal és az itt élőket megillető alázattal kívánjuk folytatni a munkát, szeretett városunkért, Mohácsért. Bízom benne, hogy az irányunkban a kampány hevében megnyilvánult igazságtalan sárdobálás és gyűlölködést felváltja az általunk mindvégig képviselt higgadtság és kölcsönös tisztelet. A közös célokra, Mohács jövőjére kell a továbbiakban összpontosítanunk. Az út nem lesz könnyű mindig, de készen állunk a feladatra. Ahogyan eddig is, a városi közgyűlés tagjaként, úgy ezután polgármesterként is minden Mohácsiért fogok dolgozni a legjobb tudásom szerint. Ezt a fejlődést szeretném továbbvinni, hogy megmaradhasson mindannyiunk számára a mohácsi identitás felemelő érzése. Nagy hangsúlyt fektetve a társadalmi párbeszédre,
folytatni kívánom a megkezdett munkát, hogy ne csak a jelen, hanem a jövő generációinak is perspektívát tudjunk nyújtani. Célkitűzésem terveim megvalósításához partnerséget, összefogást ajánlok Mohács vállalkozásainak, szövetséget és együttműködést minden jó szándékú mohácsi polgárnak. Határozottan kiállok biztonságunk megőrzése mellett, hiszen a békés kisvárosi élet az egyik legfőbb erényünk. Hiszem, hogy szeptember 27-én, vasárnap, nem a megválasztott képviselők győztek, hanem Mohács. Azon leszek, hogy ezt tettekkel és eredményekkel bizonyíthassam önöknek. Minden mohácsi polgármestere szeretnék lenni. A gazdálkodó önkormányzat szemléletet kell tovább vinni, hangsúlyozta a képviselőtestület alakuló ülésén Mohács szeptember 27-én megválasztott polgármestere. Pávkovics Gábor az önkormányzat gazdasági programját ismertetve részletesen kitért arra az 5 fontos pillérre, melyekre a város további fejlődését, gyarapodását alapozza. 5 alappillérből áll Mohácsváros önkormányzatának gazdasági programja, mely tartalmazza Pávkovics Gábor polgármesteri programjának legfőbb elemeit és elképzeléseit. Az átfogó anyagban szerepel a beruházások szakszerű befejezése, a felkészülés a következő pályázati ciklusra, az élhető város, valamint a szociális háló és egészségügyi biztonság koncepció, és nem utolsó sorban több stratégiai fontosságú projekt. Mohácsváros önkormányzatának gazdasági programját szeretném ismertetni. Mint a bevezetőmben elmondtam, ez a gazdasági program a polgármesteri programmal nagyon sok hasonlóságot mutat, és a 2011 évi 189-es törvény szerinti tartalommal próbálom felvértezni, és ilyen tekintetben gondolnánk határozatot hozni róla. Az első gondolatvilágom, hogy a gazdasági programnak van egy jogszabályi keretfeltétele, illeszkednie kell a megyei és a területfejlesztési koncepcióhoz. Több egyeztetést folytattunk ezen koncepció elkészítésekor, és azok a jövőbeni fejlesztési tervek, amelyeket én is most fel fogok majd említeni és fel fogok sorolni, azok illeszkednek ezen tervekhez. Ennek a gazdasági programnak biztosítania kell a stabil, hosszú távú gazdálkodás alapját. Azt fogalmaztam meg, hogy a gazdálkodó önkormányzat funkciót és ezt a szemléletet kell továbbiakban is vinnünk. Költeni mindenki tud, ahogy országgyűlési képviselő úrtól hallottam, gazdálkodni már kevésbé. Mi ezt a gazdálkodási formát szeretnénk az önkormányzatnál biztosítani. Ennek a programnak tartalmaznia kell a fejlesztési terveinket, tartalmaznia kell azokat az elképzeléseket, amelyeket a jövőben szeretnénk megvalósítani, ezeknek a forrásait meg kell jelölnünk, és további pályázatok benyújtásával kell majd megteremtenünk a gazdasági alapokat az elképzeléseinkhez. 5 alappillér szeretnék felsorolni, ami ennek a programnak a része, ami egy kicsit az időbeliséget is majd meghatározza, hogy milyen feladataink lesznek és milyen időben. Az első alappillér a jelenleg folyó beruházásainak a szakszerű elkészítése műszaki tartalmában, annak pénzügyi elszámolása és átadása a városlakók számára. A másik alappillér, ami nagyon fontos, hogy fel kell készülnünk a következő uniós ciklusra, terveket, elképzeléseket kell kidolgoznunk abban a vonatkozásban, hogy amikor megjelenik egy pályázat, akkor már kész anyagokkal rendelkezzünk. Ehhez meg szeretnénk szólítani a teljes képviselőtestületet és bizottságainkat, illetve a városban olyan potentátokat, akik akár futurisztikus, de nagyon komoly elképzelésekkel, ötletekkel jöhetnek. Ezeket ki kell dolgozni, a műszaki tartalmát meg kell tervezni, pénzügyi vonatkozásait is össze kell rakni, és akkor, amikor a következő ciklusban fejlesztési források elnyerésére tudunk benyújtani pályázatot, akkor ne maradjunk le róla. A harmadik ilyen alappillér, ezt többször megfogalmaztuk már a kampányban is, az élhető város koncepció. Ezt majd a belső szlájdokon majd részleteiben kibontom. Az épített infrastruktúrát, amit a fejlesztéseink során megépítünk, azt meg kell töltenünk tartalommal. Át kell adni a városlakóknak, hiszen nekik építettük.
A negyedik alappillérünk a szociális háló és az egészségügyi biztonsági koncepció. Itt együttműködve a szociális ágazat szereplőjével, illetve az egészségügyi ágazat szereplőjével ki kell dolgozni azokat a közös programokat, amely mentén tovább tudunk haladni. És akkor az ötödik alappillér, az egyik kedvencem, azok a stratégiai fejlesztésű fontosságú projektek, amelyekről majd a későbbiekben beszélek. Az első alappilléről akkor néhány gondolat, a beruházások szakszerű befejezése. Itt néhány projektet felsorolnék. Az első ilyen az a Selyemgyár barna mezős rehabilitációja, amivel várhatólag az év vége, de talán inkább január vége felé el fogunk készülni. Ennek a beruházásnak a lebonyolítása roppant energiákat vesz el a fejlesztési csoporttól, de úgy gondolom, hogy megfelelő tartalommal és minőséggel el fogjuk tudni készíteni ezt a beruházást, és az elszámolására is lehetőségünk lesz. Ez a városunknak az egyik legnagyobb jelenleg folyó beruházása. A másik ilyen beruházás a Temaforg épület és sportcentrumnak a kialakítása, illetve talán emlékeznek képviselőtársaim, ide egy vízi jachtkikötőt is terveztünk, erről azért nem mondunk le, ezt a pályázatot továbbiakban is be szeretnénk nyújtani, illetve egy olyan szolgáltatóházat szeretnénk kialakítani, ami ezt a vízi turizmust szolgálhatja majd ki, öltözőkkel, mosdókkal és egy üzemanyagfelvételi lehetőség kialakítását is szeretnénk. Miért írtam oda, hogy sportcentrum? Mert ugye a Temaforg emeleti épületén fallabdapálya és egyéb olyan sportolásra alkalmas létesítmények is kialakításra kerülnek, amelyek fontosak lesznek a városlakóknak. Több további beruházásunk a szociális otthon. Szerintem Dél-Dunántúlon keresve se találni olyan önkormányzatot, aki ekkora saját forrásból egy ilyen léptékű szociális intézmény építését határozta el. Ez a közel 1 milliárdos nagyságrendű berendezésekkel talán azt meghaladó beruházásunk a napokban kerül majd műszaki átadásra. Az építési engedélyek, vagy a használatbevételi engedélyek azok folyamatban vannak, és az ingatlant várhatólag a meglévő épületlészek energetikai korszerűsítést követő költözési folyamat után el fogjuk tudni majd indítani. Ez várhatólag a következő év tavaszán történik meg. Ez egy 50 fős, 33 apartmanból álló, minden követelményt kielégítő létesítmény lesz. A másik kedvencem a folyamatban lévő beruházások során a bölcsőde építés. A családi programjaink is a Jövő Nemzedéke programnak egyik szerves része, hogy már tudjunk foglalkozni a most született gyermekekkel, illetve azok a szülők, amelyek vissza akarnak térni a munkaerő világába, azok ezen hiányosság miatt ne döntsenek úgy, hogy mégis otthon maradjanak, hanem térjenek vissza a munkaerőpiacra. Ez a bölcsöde, ez 112 férőhelyes bölcsöde lesz, parkolóval, különböző csoportszobákkal, teljes energetikai, modern megoldásokkal tűzdelve, tehát egy nagyon jó működtetési potenciál van majd ebben az épületben. A meglévő régi bölcsöde épületet pedig egyéb közösségi célokra szeretnék majd használni. Van még egy hiányunk, a jelen folyó évben sajnos nem tudtuk elindítani az útfelújítási programot, erre most nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Az osztályvezető értekezleten már kiadtam a kollégáknak, hogy erre a költségvetési félretett pénzünket minél előbb, legalább a kátyúzási folyamatokat indítsuk el. Ez továbbiakban is a gazdasági programunk a része. Minden évben szeretnénk a költségvetésben egy szemmel jól látható összeget elkülöníteni az út és a járdaépítésre, illetve a kátyúzási programra. A folyamatban lévő beruházásokhoz soroltam a kikötőépítést, erről már nagyon sokat beszéltünk. Azért gondoltam, hogy a folyamatban lévőkhez kell sorolni, mert az elnyert pályázati forrás, amit a város több éve magáénak tudhat, ez rendelkezésünkre áll.
viszont ugye a közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy lényegesen magasabb az a költség tömeg, amelyet ezt a kikötőt a megfelelő műszaki tartalomban meg lehet építeni, ezért várhatólag október közepe, október végén kormány előterjesztés készül, és a kormány partner abban, hogy a szükséges forrás rendelkezésre álljon. A közbeszerzési eljárások lebonyolódtak az építés tekintetében, nyertest is tudtunk hirdetni, az eszközbeszerzés vonatkozásában van még hiányunk, de az is pár héten belül lezajlik. Ha a kormány döntésre tudja vinni a kikötő ügyét, mint egy 2,5 milliárdos plusz forrás fog biztosítani, akkor január 1-én akár munkaterületet is lehet átadni, és a kikötő építése megindulhat. Nagyon fontos eleme, hogy a város a kikötő megépítésével, illetve az út és a hídépítési koncepciónak a továbbvitelével egy olyan logisztikai bázis lesz, amely során nem csak a lakosság, hanem az ide települő, újonnan ide települő vállalkozások is megtalálják a számításukat. A következő pilléről beszélnék néhány gondolatot. Itt nem teljes körülne, csak felsorolnék néhány ötletet, amelyet meg szeretnénk valósítani. A nagyon komoly igény mutatkozik a uszodai kapacitás bővítésére, ugyanis rengeteg fiatal vízesportra adta a fejét, úsznak, vízilabdáznak, és a meglévő uszodai kapacitásunk már nem elegendő, hogy ezeket az igényeket egy időben ki tudja elegíteni, ezért tervezünk egy sportolók számára, kizárólag sportolók számára megépítendő fedez uszoda létesítését. Egyeztettem a szaktárcával és a szakszövetségekkel, és támogatják ebbéli elképzeléseinket. A másik ilyen program is, mondom csak így felsorolásszerűen szeretném sorolni a programokat. A Sokacrévnek a teljes felújítása nem várhat magára, egy új sólyázóhelyet kívánunk kialakítani. Egyre nagyobb igény jelentkezik a csónakos hobbi tevékenységre, sportolásra, illetve a horgászati tevékenységre, és ez az intézmény is, ez az infrastruktúra már nem elegendő, és nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja, ezért a teljes felújítását tervezzük. Van még egy olyan ötletünk, hogy és ezt a gazdasági programban szeretném szerepeltetni, hogy parkolóház kialakítása a Széchenyi tér alatt. Ezt az ötletemet úgy, hogy nem beszéltünk össze, Hargita János úr is felkarolta a Mohács 500 program keretén belül. Futurisztikusnak tűnik, de hogyha most is kinézünk a térre, akkor gyakorlatilag már keresve sem találunk parkolóhelyet, és nem beszélünk még arról, hogy a környező lakóépületnek a lakói is az utcán tartják a gépjárműjüket, úgyhogy ez egy fontos történet. És emellett nagyon fontos történet, és nagyon fontos igény a lakótelepi parkolórendszernek a javítása. Nagyon sok jó példát találtunk, például Győrbe, hogy emeletes parkolókat építettek ki ezen területeknek, így amelyek zárt parkolók, és csak a lakók használhatják, és így meg tudjuk sokszorozni a parkolók számát a lakóterületen. Felírtam még magamnak a lakóterület fejlesztést. Azt tudnunk kell, hogy a jelenleg kialakított lakóparkunk az lassan-lassan elfogy, és további lakóterületeket szeretnénk majd kialakítani a nyugati városrészben. Ehhez a régi Nagynyárádi útnak nevezett útszakaszt szeretnénk az elkerülő útig kivinni, és ott fel tudunk tárni még olyan lakóterületeket, amelyeket infrastruktúrával el tudunk látni. Ez is egy olyan program, ahova soha nem kaptunk egy fillér támogatást sem, saját erőből építettük, de annak a fontosságát jelzi mindenki számára, hogy az önkormányzat akár saját forrásból is nekiállt ezeknek a beruházásoknak. És van egy álmunk, amennyiben majd a Dunahídon át tudunk elni, akkor a Szigeti városrészben is egy hasonló programot szeretnénk elindítani, hogy egy kertvárosi rész jöjjön létre, nagyobb lakóterületekkel. Én azt gondolom, hogy az a kis falusias millió egy picit meg fog majd változni, de haladnunk kell a korral, és rengeteg olyan fiatalt tudunk majd megtartani Mohácson, vagy esetleg a szigeti városrésztől távol eső falvakból visszacsábítani a mi területünkre, hogyha ez az infrastruktúra ez meg fog épülni.
Következő szlájd egy atlétika pálya kialakítása, ez egy sportkoncepció, erről nagyon sokat tudnék majd mesélni. Van egy olyan elképzelés, hogy a labdarúgó szakosztályt azt a kórházúti pályára szeretnénk visszahozni, annak a felújítása most folyik, viszont akkor az ott meglévő atlétikai infrastruktúra az megszűnne, ezért igény lenne arra, hogy egy új kizárólag atléták számára megépített pálya és területrész kerüljön kialakításra, várhatólag a sportcsarnoktól nyugati területen kívánjuk ezt majd megtervezni. Sokszor beszéltünk a kampányban, és Zsófi is ebben tekintetben megerősített, hogy a Békpatak problémaköre az a városnak jelentős problémát okoz. Az már eleve furcsa, hogy ez a patak a városon keresztül folyik, és akkor a kapacitást is elbírna, amely már nem indokolt, mert régebben a Láncsóki vízfolyás is ide folyt be. Ezért ennek a pataknak a rehabilitációját meg kell kezdenünk, meg kell terveztetni szakértőkkel, és meg kell találni hozzá a forrást. Az épített intézményrendszer megtöltése tartalommal is az élhető város koncepcióról beszélnék még négy vagy pár gondolatot. Mohácskártya bevezetése. Biztos többen emlékeznek rá, hogy volt a korábban mohácskártyánk. Igaz, hogy ezt a kártyát ezt kizárólag a komp használatának, térítési díjainak szinten tartására működtettük. Volt ennek egy városi lakók számára elérhető kedvezménymértéke is volt, egy emeltebb kedvezménymérték a szigetieknek. Az én koncepcióm az, és ezt szeretném a gazdasági programomba is beletenni, hogy ez a Mohács kártya, ez ne csak ezt a szolgáltatást tükrözze, és ezt a szolgáltatást segítse, hanem a városban elérhető összes önkormányzati intézménynek a szolgáltatását rá kell csatolni erre a kártyára, akár kedvezményrendszerrel, sőt, megkívánom szólítani a vállalkozásokat is, akik szolgáltatásokkal foglalkoznak, hogy csatlakozzanak a Mohács kártyához, így a mohácsi identitást és a mohácsi szemléletet is erősíteni lehet, az együvi tartozást ezzel is ki lehet fejezni. Élhető város koncepcióján a Selyemgyár kulturális negyedről is beszélnék. Erre méltón büszke lehet minden mohácsi, egy olyan szép intézmény fog létrejönni ebben a negyedben, amely a Zsolnai negyedhez hasonló tartalommal meg fogjuk tudni tölteni. Ugye képviselőtársaim emlékeznek rá, hogy itt egy 400 fős befogadására alkalmas rendezvénytermet alakítottunk ki. Én hiszem, hogy ez a rendezvényterem, ez magas kihasználtsággal fog majd működni. Nem csak Baranyából, de távolabbi vidékekről is érkezhetnek ide konferenciákra, illetve esküvőkre, családi rendezvényekre. Ezen kívül ebben a negyedben egy nagyon élhető közterületet is fogunk kialakítani, ott pedig akár karácsonyi vásárok, akár pedig olyan kulturális rendezvényeket meg tudunk tölteni, meg tudunk tartani, amelynek a nívója egy ilyen szintű épületet feltételez. Még két épületrészt építettünk a Selyemgyárhoz, egy robotika termet, ami a tudományos oktatásnak lehet a szintere, és lesz majd egy gyermekmegőrző is, amire nagy igény van, amikor az édesanyák a városban, akár piacra menve beszeretnének vásárolni. Érhető város koncepciójához hozzátartozik a Kossuth Teátrum. Nagyon nagy elégedettségemre szolgál, hogy a West End társulattal egy 10 éves megállapodást tudtunk kötni. Ennek az épületnek a teljes felújítása megtörtént, és úgy tudom, és ez el is indult ez a folyamat, hogy ismét lesz mozi, sőt olyan filmeket tudnak majd nézni a fiataljaink, amelyek új filmek, nem kell ezért Pécsre utazni, ezzel csökkentjük az utazás kockázatát, és a fiataljainkat itt tudjuk tartani a városban, az pedig nagyon fontos. Professzionális városüzemeltetésről néhány gondolat, a közfoglalkoztatási rendszer a korábbi évek létszámához képest lényegesen lecsökkent, ezért azokat a feladatokat, amelyek a város tisztántartásában és karbantartásában az önkormányzatra hárul, ezzel a rendszerrel már nem tudjuk kiszolgálni. Az én elméletem és a programnak az a része, hogy professzionális városüzemeltető szervezetet kell kialakítani, inkább kevesebben dolgozzanak, piaci alapon megfizetett bérrel, de sokkal hatékonyabban fogja ezt a feladatot ellátni. Ehhez természetesen a műszaki technikai feltételeket is meg kell teremteni.
Az élhető koncepcióhoz még hozzátartozik a külvárosi szórakozóhelyek kialakítása, ezt tudjuk, hogy folyamatos probléma, hogy a fiataljaink nem tudnak megfelelő szórakozást találni, és a belvárosi részeken, amennyiben ilyen rendezvények vannak, az a lakókat komolyan zavarja, ezért egy külvárosi területen lehetne egy ilyen centrumot létrehozni. Többször beszéltünk a dunaparti sétányról is, a Duna, erre egy külön koncepciót készítettünk, ez benne is lesz majd ebben az anyagban is, nem beszélek róla teljes részletességgel, annyi, hogy a Dunát ki kell tudjuk használni akár idegenforgalmi, akár jóléti beruházásokkal, és ennek az egyik eleme lehetne a szabad strand koncepció, ami akár a szigetben, akár pedig a városi oldalon is kialakításra kerülhetne. Az élhető város koncepcióhoz hozzátartozik az együttműködés a civil szervezetekkel és a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel, illetve nagyon fontos tényező, és erről majd pár szlájddal később beszélnék, az idegenforgalmi szolgáltatásainknak a fejlesztése. Lesz majd egy program, ugye ez pont ez a Mohács 500 gondolatvilág, ami jelentős idegenforgalmi szolgáltatási potenciál fejlesztésére ad majd lehetőséget. A negyedik pilléről néhány szót, oktatás és családtámogatás. Ugye nagyon fontos, és a jövőképünket azt határozza meg, hogy milyenek a fiataljaink, és hogy tudjuk megtartani őket. Néhány gondolatot mondanék. Az első feladat volt, amit már az előző városvezetés is fontosnak tartott, és tovább tudtunk benne haladni, a közétkeztetés javítása, teljesen felújításra került a Tomori konyha, és azt gondolom, hogy megfelelő minőségi ételeket tudunk majd szolgáltatni az oktatási rendszereinkhez. Van egy álmunk, a főiskolai kar, többször beszéltünk már róla az elmúlt 10 évben. Itt járt dr. Palkovics László miniszter úr, aki az ITM minisztere és a szakképzés és a szakképzését felelős tárca vezetőjeként úgy nyilatkozott, hogy támogatja ebbéli elképzeléseinket. Tehát esélyünk lesz arra, hogy valamilyen felsőfokú intézmény kihelyezett tagozatát Mohácsra tudjuk hozni. Ezzel párhuzamosan, ha amennyiben ez megtörténik, a kollégiumi szálláshelyek fejlesztésére is fordítanunk kell energiát. A bölcsödéről beszéltem. Az óvodákról is beszélnék néhány szót. Az óvodáinkat teljes egészében felújítottuk. Egy hiányunk van már csak, kettő. A belső udvarok felújítása és játszó alkalmatossággal való ellátásában még vannak hiányosságok, illetve meg kell tudnunk teremteni a szakember ellátást az óvodákban. Nagyon nagy hiány van. Erre koncepciót kell kidolgozni, és akár ösztöndíj program meghirdetésével is kell szakembert foglalkoztatnunk. Általános iskolák fejlesztése. Késznél Lebő Zsuzsa is itt van a sorainkban, és hát nagyon komoly munkája van abban, hogy a Szicsin téri általános iskola teljes egészében megújul. Köszönjük szépen ezt a munkát. Ezt az együttműködést ezt továbbiakban is a város részéről megkívánjuk adni, és ez a gazdasági programnak a része. Akár egyházi fenntartású iskola, akár pedig minisztériumhoz tartozó fenntartója van, az önkormányzat szeretné biztosítani az együttműködést. Középiskolák nagyon fontos, és örülök, hogy itt van igazgatóasszony is. A középiskoláink azért fontosak, mert amennyiben a középiskolai tanulmányait valaki más városban, akár Pécset szeretné folytatni, akkor annak a fiatalnak az elvesztése lehet, hogy bekövetkezik a város szemében, mert már nem fog visszatérni, ott alakítja ki a barátait, és nem fog visszatérni a városunkban, és ennek komoly esélye van. Amennyiben az iskoláinkkal partneri együttműködés keretén belül meg tudjuk erősíteni ezt a folyamatot, hogy maradjanak a városban, akkor jelentős előrelépés lesz a fiatalok megtartásában. Ebben is szeretnék partneri együttműködést ajánlani az önkormányzat részéről. Itt a gimnáziumban egy technikai fejlesztés is sor kerül, egy sportcsarnokot fogunk építeni, aminek a közbeszeljárása lezajlott, hogyha az építkezés nem sokára elindulhat. Jövő nemzedéke programhoz még
A falusi csokról beszélnék, a lakóterület fejlesztésről már beszéltem, meg az ösztöndíjprogramról. A falusi csok, ez egy érdekes kérdéskör. Két falusias jellegű városrészünk van, a Szőlőhegy és a Szigeti városrész, és mivel hogy Mohácshoz tartoznak, ezért nem alkalmazhatóak a falusi csok szabályai, ezért a fiatalok nem ezen település részen vásárolnak használt házat is újítanak fel, hanem Homorúdra mennek el, vagy Láncsokra, vagy másik településre, és azt kell erősítenünk a döntéshozókban, hogy az ilyen típusú városrészekre egy kivételes szabály szerint is járjon a csok. Azt kezdeményezem, hogy megkeresném akár országgyűlési képviselőinket, akár pedig a szaktárcát, hogy ezt az elképzeléseinket lehetőség mérten támogatják. Szociális és egészségügyi biztonsági programról beszélnék még néhány gondolatot. A házi orvosi rendszer fejlesztése, egyre nagyobb problémánk lesz a házi orvosi rendszerünkkel. A körzetekben már vannak olyan részek, amelyek ellátatlanok, és szeretnénk erre komoly hangsúlyt fektetni. Az első lépés az, hogy az alapellátó intézményrendszert szeretnénk az önkormányzat polgármesteri hivatalnak a struktúrájába beilleszteni. Sikerült szakembert találnunk, aki ezt az alapellátó rendszernek a továbbfejlesztésére tud javaslatot tenni, majd a képviselőtestület elé fog kerülni ez a program. Ez egy szép feladat, de nem bújhatunk el előle, meg kell oldanunk. A szociális otthonról beszéltem, igaz, ők nem csak a bentlakásos intézményt működtetik, hanem működtetik a napközi ellátást, illetve az otthonápolást is. Ebben is segítséget kell majd nyújtani nekik, hiszen ez az intézmény, ez a mi intézményünk. Partnerséget szeretnék ajánlani a kórházi fejlesztésekben és a kórház működtetésében, ezért is előnyös számomra, mint belegy ez egy jelentős intézmény, hogy alpolgármesterként a kórház főigazgatója tudja segíteni az önkormányzatnak a munkáját. Beszélnék még a stratégiai fejlesztésekről, a Dunahídról néhány gondolatot. Többen úgy gondolják, hogy választás volt, és ezért került elő a Dunahíd. Na most ezt a Dunahíd koncepciót, meg a fejlesztésekről szóló beszámolót én nagyon sűrűn fogom majd a testület elé hozni, hogy jelen pillanatban hogy állunk. Palkovics László miniszter úr látogatásával olyan bejelentések kerültek megtételre, amelyeket az elmúlt 10-20 évben senki nem mert még kimondani. Kimondta azt, hogy a mohácsi megépítendő Dunahídon fog keresztül haladni az M9-es autópálya, az a kör, az a szelet, az a karé, amelyet a miniszterelnök úr álmodott meg, hogy az országhatárhoz közel eső részen minden nagyvárost össze kell kötnünk gyorsforgalmi úttal, és az a döntés, szakmai döntés született, hogy ez a Mohácsi hídon fog keresztül jönni. Innentől kezdve a Mohácsi híd megépítése az biztosított, már csak időbeli kérdések lehetnek. Én azt jósolom, és ebben megerősített többször Hargita János képviselőtársam is, hogy az 500. évfordulónra mi ezen a hídon át fogunk tudni kelni. A közforgalmi kikötőről beszéltem, nagyon fontos még az M6-os autópályának a folytatása is, erről is beszélhetnénk. Ez ugyan gazdasági programnak lehet része, de nem a városhoz tartozó beruházás, ugyanúgy, mint a Dunahíd, de annak a hatásait majd a gazdasági programunkban, főleg a hosszabb távú programban szerepeltetnünk kell, és az előnyeit ki kell tudni használni. És akkor egy utolsó gondolatvilág, az Mohács 500 program. Soha nem látott mértékű kulturális és idegenforgalmi fejlesztésre ad majd lehetőséget ez a program. Hargita János képviselő úr augusztus 29-i emlékünnepségen kezdeményezett egy beadványt, amit a miniszterelnökséghez juttatott el, hogy 6 évvel megelőzően ugyan a rendezvényhez és az emlékévhez képest indítsuk el ezt a folyamatot. Ennek Mohács város önkormányzata nem csak társszereplője, hanem egyik indikátora szeretne lenni. Ezért fontos, hogy ez a gazdasági programunkba belekerüljön. Rengeteg infrastrukturális beruházást tudunk létrehozni, akár a templomaink felújításáról beszélünk, a csatatéri emlékkápolnának a felújításáról, vagy a nemzeti emlékhelynek a tovább bővítéséről, aminek szerves része lehet egy nagyon komoly múzeum is.
Nem szeretnék visszaélni az önök türelmével. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A gazdasági programnak a vázát ismertettem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szeretném majd a képviselőtestet támogatását kérni. Az ősz egyik visszatérő kulturális csemegéjének számít városunkban Rákász Gergely koncertje. Az orgona művész Lords of the Organ hangversenysorozatának negyedik részével érkezik Mohácsra, október 17-én szombaton a belvárosi Szent Mihály templomba. A műsoron Beethoven, Bartók és Bach művek szerepelnek. Visszatérő vendég és szívesen látott vendég Mohácson Rákász Gergely orgona művész, aki ezúttal is, mint ahogy tavaly, akik emlékeznek rá a Szent Mihály téren, a Szent Mihály templomban ad majd egy nagyon szép koncertet a hangszerek királynőjével, az orgonával érkezik, egy egész különleges orgonával ide Mohácsra. Három vagy, hogy tetszik, akkor négy zeneszerző lesz egészen biztosan műsoron: Beethoven, Bartók, Bach elmaradhatatlan, és hát Holst visszatér egy újabb égitesttel. Hogy készült erre a koncertre, művész úr, illetve a Lords of the Organ negyedik etapjára? Hát ezt is nagyon örülök, hogy a negyedik is megszólal itt Mohácson. Most ebben a furcsa vírusos, járványos időben én roppant hálás vagyok, hogy ennyi jut, hogy komoly felkészüléssel, az emberek távolültetésével, járványintézkedésekkel, de mégiscsak tudjuk élni relatíven normálisan az életünket. Azért mégiscsak az elődeinknek kijutott egy-két háború, egy-két elnyomórendszer. Nekünk a fő problémánk az, hogy mondjuk maszkban kell majd most végigülnünk egy hangversenyt, illetve hogy hála Istennek mindig teltház szokott lenni itt a mohácsi hangversenyen is. Ehhez képest most egy félháznál meghúztuk a limitet, és azt mondtuk, hogy több embert nem engedünk be, tehát hogy a kedves hallgatók a szeretteikkel együtt ülhetnek majd a hangversenyen, de nem kell, hogy más csoportokhoz közel menjenek, hogyha tartanak a járványveszélytől. És ilyen előkészületekkel tudunk nekiállni annak, hogy ugye két réteget megszokhatott a kedves hallgató, hogyha eljön egy Rákász koncertre, az, hogy szép zenéket válogatok, igyekszem őket szépen eljátszani, amennyire csak tudom, és mesélek, tehát zenetörténet van. Ez most is így lesz. Továbbá vetítünk, ahogy szokott, ezt megszokhatta a kedves hallgató, hogy látványkoncert van, látják a kezemet, lábamat, művészi grafikák vannak a hangversenyen, tehát ez egy nagyon modern 21. századi esemény. Ami most extra, hogy idén nem csak Beethoven 250 éve született. Idén nem csak Bartók 75 éve távozott az élők közül, de 100 éves a trianoni békediktátum, és hát mit tagadjam, ez nekem fáj. Úgyhogy a magam módján igyekszem ezt feldolgozni. Egy harmadik réteget, egy mély réteget tettem be a hangversenybe. Úgy tettem egymás mögé a műalkotásokat, hogy önmagukban is gyönyörűen állnak, de szépen az egész viszont kiadja egy trianoni megemlékezésnek a hátterét, vagy az alapját. Holsttal indulunk, ugye egy bolygóval elmaradtam tavaly a Marstétellel, a háborúval. Egyébként éppen 100 éves a bolygók szvit, tehát pont jó helyre tesszük ezt, azt gondolom 100 évvel ezelőttre. Úgyhogy a háborúval indulunk a Marstétellel. Utána Kodállyal gyászolunk egy kicsit az epigrammákkal, Beethoven sorsszimfóniájával azon fogunk töprengeni, hogy vajon megírte a sors, vagy elkerülhető a sors, hogy olyan ez, mint ahogy Beethoven ezzel az ikonikus négy hanggal, ezzel a tititá, ezzel a sors hangokkal elképzelte, hogy ez úgy ráesik az emberre, és nincs előle menekvés, vagy van azért nekünk is beleszólásunk a sorsunkba. Én úgy gondolom, hogy van, ezért is játszom a megemlékezésben Bartók román népi táncait, mert én azt gondolom, hogy az embernek saját kezében a sorsa. Hogyha a szomszédos nemzetekkel, amelyek élni akarnak, a következő 100 évben olyan kapcsolatot ápolunk, hogy szeretetteljeset, békéset, egymás felé fordulót, egymást kiegészítőt, akkor talán külön lesz a következő 100 évünk, mint az előző volt, és ezt mutatja meg egyébként a koncert utolsó darabja is, Bach Cémo passzakája és fúgáját játszom. Hát ha röviden akarnám mondani egy mondatban, annyit mondanék, hogy ez Bach leginkább transzcendens orgona műve. Ugye ez az átlépés, ez a következő szintre emelkedés, és Bach ír egy gyönyörű zenét, amely végig mollban, tehát egy sötét tónusú hangnemben embert próbálóan, nem azért, mert rossz, hanem azért, mert figyelmet igényel, nem egy Yellow Submarine, hogy az ember úgy eldudarásza, hanem figyelmet követel, olyan zenét.
zene. És végig molban, kvázi végig táncoljuk az, ezt az életet sötéten, de a vége a fény. Az utolsó akkord egy óriási C-dur akkord, tehát Bach mélyen vallásos volt, nem kétséges, hogy mire gondolt, hogy hova lépünk be ezzel az utolsó C-dur akkorddal, de nem vallásosok kedvéért, vagy egyszerűen, ha csak 21. századén fogalmazhatom, akkor azt mondanám, hogy az ember jobbik arcát mutatja ennek a darabnak a vége, hogy mit tudunk elkövetni egymással negyed órán keresztül, egy életen keresztül, de hova eszmélhetünk az életünk végén akkor, hogyha nyitottak vagyunk szépre, jóra. És ez a fény talán ott van ennek a következő 100 évnek a végén is. Úgyhogy lesz egy szép megemlékezés, nem túl erőltetve, de mégis akinek ez a téma ez fontos, azt gondolom, hogy megtalálja a darabok sorában azt, hogy egy kicsit elmélyülhet, átgondolhatja ezt, hogy mi minden történt itt 100 év alatt, és hogy mi lesz az ő szerepe a következő 100 évben. Akinek meg ez kevésbé fontos, az meg hallgassa Bartókot, Beethovent, Bachot, Gustav Holstot, Kodályt, egyik zeneszebb, mint a másik. Tegnap játszottam Siklóson, olyan nagy örömmel jött ki a közönség, olyan láttam rajtuk, hogy ami a cél volt, hogy egy hajszálnyit emelkedjenek a koncert végére, az úgy láttam, hogy megtörtént. A helyszín nyilván sokat számít, hogyha az ember orgonán templomban játszik, de láttam a televízióban, hogy művész úr azért teherautó platón is muzsikált. Hogy telt ez a Covid időszak? Hát az első időszakban én boldogan eldobtam mindent a kezemből, megmondom őszintén. Koncertezni profi zenészként az kicsit olyan, mint az élsport. Hogyha az ember egy napig nem megy le a medencébe, akkor másnap már nem tud olimpiát nyerni. És ez nálunk is ilyen, hogyha egy napig nem gyakorolok, akkor azt én érzem. Hogyha kettőig, akkor azt a menedzsment érzi. Hogyha háromig, akkor szerintem már hallgató is hallja, hogy ez most itt linkel. Tehát itt nincs kecmec, itt ez egy mindennapos őrlő küzdelem az enyészettel, mert az ember megtanul valamit, aztán iszik három jó pohár bort, és abból a valamiből elfelejt dolgokat. És akkor marad az érzés, megmaradnak az ívek, szép dolog minden, csak nem találom el a hangot. Úgyhogy ez egy állandó harc, vagy nem iszom bort, de akkor meg a gyerekek kikészítenek úgy is, és akkor az ember azért felejt, mert közben van egy élete. Na de komolyra fordítva, szóval tehát én olyan boldogan elengedtem, hogy na akkor most itt az idő a pihenésre. Megállt a világ, talán csúnya dolog ezt mondani, megállt a világ, de én most nyugodtan pihenhetek. De aztán, hát Győr egy nagyon innovatív város, több barátom is a szórakoztatóiparban dolgozik, és megkerestek, és azt mondták, hogy figyelj, tudsz-e te teherautó platóról orgonálni? Hát mondtam, hogy ha van rajta orgona, én tudok bárhonnan orgonálni, és pillanatok alatt fölállt egy jó szolgálati csapat, ahol egy vállalkozó önköltségen adta a teherautót, a másik vállalkozó önköltsége hozta oda az utcányi hangosítást, mi önköltségi alapon mentünk, tehát tulajdonképpen nulláért mindenki ment, és zenét vittünk, kultúrát vittünk olyan helyekre, ahol nehéz volt elviselni a vírus. Mert egy kertes házban az ember mégiscsak kiül, az egy fokkal egyszerűbb. De mondjuk egy panellakás 7. emeletén ez nem volt egyszerű. És mi meg felállítottuk a hangszert, egy kicsit úgy éreztem magam, mint az orgonának az ókori verziója, amikor még ugye a gladiátor viadalokon a tömeget szórakoztatta, egy kicsit úgy éreztem magam, hogy mint egy ilyen panel arénában. Tehát, hogy én lent vagyok az oroszlánokkal, körbe meg a tömeg, remélhetőleg éljen ez, hogy én nyertem a történet végére, és ez így is volt, egészen elképesztő élmény, amikor a körbe tapsolják az embert az ablakból kilógó lelkes hallgatók, hogy de jó, hogy ott van, hogy történik itt valami. Szóval így indult ez a covidos verzió. Aztán a nyár az jó volt, de Isten igazából még én voltam, aki úgy igyekeztem tartani a lelket az emberekbe, hogy megéltünk ennél már külön dolgokat is, mint az, hogy maszkot kell viselnünk, meg távolságot tartani, meg néhány egyszerű intézkedés betartva relatíve könnyen élhetjük az életünket. De hát csak 100 évet kell visszalapozni a történelemkönyvbe, hogy itt arról beszélgessünk, hogy óvóhelyre kell futni, meg nincs mit enni, meg lőnek az emberre, meg ő neki kell lőni. Hát én is abban a korban vagyok, hogy simán elvittek volna lőni valamelyik csatatérre akkor, hogyha 100 évvel ezelőtt élek. Tehát hogy ehhez képest azt gondolom, hogy egy relatíve egyszerű világégésünk van jelen pillanatban. Azért meg nagyon hálás vagyok, hogy szombaton itt találkozhatunk a kedves mohácsiakkal. Nagyjából már minden jegy elkelt, még egy-kettő van eddig a félházig.
Az őszi szezonban tovább őrizte veretlenségét és gól arányát is tovább javította az MTE 1888 férfi labdarúgó csapata. Október 10-én a Lovász Hetény együttese felett aratott 3-0-ás győzelmet hazai pályán a Mohácsi Gárda. Következő összeállításunkban mindkét csapat edzője megszólal. Megmérkőzött a Mohácssal a Lovász Hetény csapata, velem szemben Bíró Ferenc, akit szerintem itt Mohácson mindenki ismer, jelenleg ő a Lovász Hetény csapatának edzője. Nem volt egyszerű helyzetben szerintem a Lovász Hetény, hiszen 7 mérkőzés után ugye 3 győzelem, 2 vereség, 2 döntetlen, találkozott egy olyan tímmel, ahol eddig csak a győzelemről szólnak a hírek. Hogyan állt hozzá a csapat a Mohácshoz, technikailag, szellemileg, illetve edzői utasítás szempontjából? Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, megérdemelten nyertek. Valóban nem egyszerű a helyzet, ugye, mert elég kicsi a játékos keretem. Sajnos különböző okok miatt itt többen külföldre távoztak, ugye, munkalehetőség miatt. Tudtuk, hogy a Mohács ugye természetesen veretlen, úgy gondolom jó szakmai munka folyik Mohácson. Nem véletlenül nyertek idáig, ugye 5-ből 5-et, ugye most a 6-odikat is megnyerték ellenünk sajnos. Természetesen hát próbáltuk ugye amennyire lehetett ugye leszűkíteni a területet, kontrát próbáltunk játszani, hiszen tudtuk, hogy a Mohács hazai pályán dominálni fog. Ezekből én úgy gondolom, hogy egy kicsit pontosabbak a végjátékaink, pontosabbak a passzok, akkor akár az első félidőben is ugye meglepetést szerezhettünk volna. Sajnos ez nem sikerült, ugye jött egy óriási védelmi hiba, volt egy labdavesztés, ugye 40 méter a kapunktól, egy beívelés, bealudtak a védőink, hiszen felhívtam a védőink figyelmét ugye a Péter Józsira, nagyon jó ismerem annak idején, ugye még én vittem ki Ausztriára, ugyanak ennél, hogy nem egy magas srác, nagyon jó fejjel, jó karugói, hát beigazolódott sajnos, és kaptunk egy fejes gólt, és utána 1-0 után ugye egy kicsit kellett, hogy menjünk, az még jobban felküldt esetleg a Mohácsnak, ugye ők tudták még jobban esetleg a gyors embereiket használni. Az elején még nagyon a támadásra volt helyezve a hangsúly a vendégek játékából fakadóan, aztán a végén úgy láttam, hogy talán inkább már a védekezésre helyeződött. Létezik ez? Tehát jól láttuk itt a pálya széléről, hogy az első sok-sok támadásból lett egy védekezés, majd onnan egy-egy erősebb kitámadás. Így van, nagyon jól látod, hiszen, mint ahogy mondtam, ugye a Mohács ugye nagyon jó állapotban van, az edzés lehet, hogy jól tudom, hogy a heti 4-et edzenek, én 3-at tudok, vannak olyan emberek, munka miatt ugye szinte 1-et edzenek, és hát akaratunkon kívül is ugye ránk erőltették az akaratukat, és ezért kénytelenek voltunk ugye egy defenzívebb futballból gyors kontrákat vezetni. Ez helyen közel ült is, ugye a végén is még oda kerültünk ugye Zitzerbe, hát sajnos a srác kihagyta, de hogy most 3-0 vagy 3, hogy az már teljesen mindegy. Nem, a másik fél időben egyértelmű, hogy a Mohács dominált. Ennek ellenére, ahogy mondod, nagyon jó kontratámadásaink voltak. Az első fél időben hát többet tudtuk a labdát birtokolni, többször voltunk az ellenfél kapuja előtt, még hogyha ezekből esetleg zicsereket nem is tudtunk kialakítani. Mik a tervek a tabella tekintetében, illetve a jövő tekintetében a Lovász Heténynél? Szeretnénk valahol az élmezőnybe végezni, ami azt jelenti, hogy az első 6 körül mindenféleképpen szeretnénk igazolni, mert ugye hát van 12 játékosom, így nem lehet ugye komolyabb célokat elérni. Én bízom benne, hogy a polgármester ugye támogatni fog ebbe, ha tudok egy 2-3 minőségű játékost odavinni, akkor én úgy gondolom, hogy egy következő évben egy nagyszerű csapat lehet, így is egy jó kis csapat van. Én úgy gondolom erre, nagyon büszke lehet erre a csapatra, ez a 340 lakosú kis falu, tehát kevés ilyen kis falu mondhatja el magáról, hogy ott vannak a negyedik vonalban, ugye, és egy stabil középcsapat. Hát akkor a kitűző célokhoz, illetve az eredményekhez mi sok sikert kívánunk. Gratulálunk egyébként a mérkőzésen való teljesítményért, mert szerintem egyáltalán nem lehet panasz a Lovász Hetény játékára. Ennél sokkal-sokkal nagyobb eredménykülönbséget jósoltak itt a kilátogató szurkolók. Én szerintem becsülettel helyt állt a vendégcsapat. Én is gratulálok, és természetesen akkor a továbbiakban sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, természetesen a szurkolók ugye hajlamosak, hogy lebecsülik az ellenfelet, azért hát ez nem olyan egyszerű, ugye, tehát könnyű kintről beszélni. Természetesen én meg ugye kívánom a Mohácsnak, hogy nyerjék meg a bajnokságot, hiszen futballoztam én is itt ugye, annó még MB2-be is. Én tudom, hogy milyen jó dolog, amikor esetleg itt 3000 ember jár ki a mérkőzésekre. Én úgy gondolom lehetőségek adottak, úgyhogy nyerjék meg a bajnokságot. Sok sikert kívánok én is a Mohácsnak. Egy újabb fordulón van túl a Mohács csapata, az eddig veretlen Mohács csapata, és ezt a 8. fordulóban is bizonyította ezt a veretlenségét a Lovász Heténnyel szembe. Óriási különbség volt a két csapat között, aki kilátogatott a mérkőzésre, vagy megnézte a televízióban, az tapasztalhatta ezt a különbséget. Vanduk Jánost faggatom, hogy a kispadról milyennek tűnt maga a meccs.
Szerintem ez volt eddig a legnehezebb mérkőzésünk. Nagyon jó fizikális adottságokkal rendelkező csapat ellen játszottunk, akik extra erősek voltak az egy elleni párharcokban, jól használták azokat a hát kereteket, amin belül még lehet ütközni ebbe a sportágban. Amik nekem néha egy kicsit, az egy picit sok volt, de mindegy, ez az én dolgom. Ebből az első negyed óra szerintem ők dinamikusabbak voltak, mert egy kicsit nehezen vettük fel ennek a nagyon-nagyon agresszív játéknak, nehezen találtuk ennek az agresszív játéknak az ellenszerét. Utána elkezdtük megcsinálni azt, amit gyakoroltunk, és abban a pillanatban meg tudtuk nyitni a pályát, meg tudtuk nyitni a széleket, kombinációkból tudtunk gólt rúgni. Isten igazából szerintem az sokat elmond, hogy az ellenfélnek egyetlen egy lövése volt a 90. percben, akkor kellett a kapusunknak egyszer kézzel hozzáérni a labdához. De nagyon nagy küzdelem volt, tehát az elsőtől az utolsó percig minden egyes labdáját nagyon meg kellett küzdeni. Az elején még ugye ezt tapasztalták a kilátogató nézők is, hogy egy kicsit, mintha felmérnénk a Lovász Hetényt, hogy mi lesz a játék szándéka, hogy mennyire állnak be védekezésre, vagy éppen támadásra. Majd a végén, amikor ez megtörtént, akkor jött a váltás. Szerintem talán az is közbeszólhatott itt a játékunkba, hogy az elmúlt egy hónapban majd 8 mérkőzést játszottunk zsinórba, és utána jött egy hosszabb pihenő, hogy ez nem szólhatott közbe ebbe az első 15 perces bizonytalanságunkba. Hát én inkább azt gondolom, hogy a nagyobb probléma az, hogy megint változott a védelem összetétele, és egy hátulról építkező játékban talán nem voltunk olyan jók, nem gondolkodtunk elég gyorsan. Én nem gondolom, hogy most ez az egy, nagyon jól mozogtak tegnap, nagyon jól mozogtak a bemelegítésnél, lehet egy picit túl is lőttük a bemelegítést, illetve hát az nagy probléma volt, hogy a Menyei rosszul lett a közvetlen a mérkőzés előtt, és neki döntő szerepe lett volna az ellentétes oldalon a támadásaink, tehát a baloldali áttörésekből, ezt nem tudta megoldani. De hát szerencsére van egy Péter Józsink, aki meg fent van a fejlők felett. Jön a Pécsvárad, 14-én látjuk vendégül, ugye ez az elmaradt mérkőzés, amit le kell játszani, amire talán már hangolódtunk elég rendesen, mert azért mégiscsak ők az, akiket le akarunk győzni. Készülünk ellenük, mindent megteszünk, mindenbe oda tesszük magunkat. A fiúk hogy érzik, mennyire kell tartani a Pécsvárad ellen? Hát a Pécsvárad most is szerintem a bajnokság legjobb csapata. Hát túlságosan játékban nincsenek, tehát nem tudom, hogy mire képesek, vagy milyen edzettségi állapotban vannak, hogy a hétvégén nekik megint nem kellett játszani. Ezt mondjuk azért, ezt is egy kicsit nehezen értem, de hát biztos vannak nálam okosabbak, akik ezt tudják ezeknek az okát. A Pécsvárad tele van olyan játékosokkal, aki akár egyetlen egy egyéni villanással meccseket tud eldönteni. Hát minden tudásunkra szükség lesz. Én akkor ehhez semmi más nem kívánok, csak sok sikert. Találkozunk a Pécsvárad elleni mérkőzésen, és addig is hajrá Mohács! Hajrá Mohács! Sok technikai hiba és pontatlan lövés jellemezte felnőtt csapatunk játékát a második Kozár Misleny elleni Liga Kupa mérkőzésen. A hiányzókat ma sem sikerült pótolni. A második játékrészre elfogyott az erőnk is, hiába küzdöttünk, nem bírtuk a tempót. Írt a közösségi oldalán a Mohácsi Tornaegylet 1888 női kézilabda csapata a Kozár Misleny elleni mérkőzést követően. Az önkritika sajnos érthető, hiszen a végeredmény 20-28 a Kozár Misleny esze javára. Javában zajlik már a kézilabda ugye Mohácson is, nem csak máshol, de ennek ellenére nehézségekbe ütközik ez a sport is, ugye a Covidnak köszönhetően zárt kapus mérkőzések vannak, és ugye ez azért, legyünk őszinték, ennél a sportnál is kiütközik. A mai napon a Liga Kupában a Kozár Mislent láttuk vendégül, aki, hát legyünk őszinték, egy nagyon nagy csapat, nagyon jó csapat, egy igazi szomszédvári rangadó. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ugye vereséggel zártuk, hiszen 20-28 lett a vége. Serfőző Zsoltnak nem lehet oka panaszra, mert egy nagyon csonka csapat talált ki, és én azt gondolom, hogy a csapat becsülettel helytállt. Hogy látja az edző a mérkőzést, illetve az elmúlt hónapokat, a felkészüléseket és a mérkőzéseket? Köszönöm szépen, először is gratulálok az ellenfélnek, a mai napon jobbak voltak. Minket nagyon sok dolog sújt,
sérülésektől kezdve más egyéb dolgok is hátráltatják a fölkészülésünket. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert szeptember eleje óta már a 8. játékos az, aki nem áll a csapat rendelkezésére, de ezt nem fogjuk a vereségre, mert aki van mindig a pályán, az a Mohácsi csapatnak a legjobb játékosa, neki kell helyt állni. Ma jelen pillanatban egy olyan csapattal találkoztunk, akik bár a bajnoki szezonban bizonyos okok miatt esetleg nem szerepelnek olyan jól, de képzettek nálunk, sokkal dinamikusabbak, jobb játékosokban állnak, és ilyen csapattól nem szégyen kikapni. Én azt gondolom, hogy nem is lehet panasz a Mohácsi játékra, mert ha valaki végignézte ezt a találkozót, és tényleg becsülettel odaállt a Mohács mellé, akkor az elmondhatja, hogy a fiatal játékosok, akik helyettesítik a sérültjeinket, szerintem nagyon-nagyon toppon voltak. Ha lehet, akkor én kiemelnék egy nevet, bár nem illik kiemelni a csapatból játékosokat, de én akkor is kiemelnék egyet, méghozzá Kanyó Viktóriát, aki szerintem nagyon remek játékot mutatott az elmúlt 2x30 percben. Hát igen, irányító pozícióban problémánk van, mert ugye Kaló Zsófi, aki az első számú játékosunk, pont az első meccsen megsérült. Aki még ebbe a pozícióba szokott játszani, az a Siófoktól kettős engedélye van nálunk, az Liga Kupa, Magyar Kupa mérkőzésen nem játszhat. Mi is próbálgatjuk azokat a lehetőségeket, hogy ki milyen szinten tudna beszállni a játékba, hogyan tud dönteni. Ugye Vikitől az is nagy dolog, hogy tulajdonképpen ő egy megfázásból tért vissza az elmúlt héten, tehát ő még azzal a betegséggel is küszködött. Nagyon ügyes volt, nagy tehetség, de kellenek ezek a mérkőzések ahhoz, hogy a döntésekben még jobban tudjunk javulni. Megyünk a visszavágóra, ugye Kozár Mislenybe. Mit várunk attól a mérkőzésről? Gondolom ki lesz elemezve a mai találkozó, minden apró mozzanata. Mit várunk a mérkőzéstől, illetve a Liga Kupától? Hát a Liga Kupát a Magyar Kézilabda Szövetség azért hozta létre, hogy a csapatoknak több verseny lehetőséget biztosítson, több mérkőzésen tudják tesztelni a játékosokat. Nekünk ez úgymond azért jó, mert ezeket a fiatal utánpótlás ifista játékosokat, akik ma is szerepeltek a csapatba, ilyen éles mérkőzésen tudjuk kipróbálni. Játékvezetővel, ellenféllel, mezben játszanak, tehát megvan az a milliója, hogy tétmeccsen játszanak, mégse olyan fontosak ezek a mérkőzések, mint egy bajnoki találkozók, amelyik meghatározza egy egyesületnek a jövőjét, hogy a következő osztályba hogy tud szerepelni, de nagyon fontosak ezek a találkozók, mert ezekből tudunk erőt meríteni a későbbiekre, és itt tudják kibontakoztatni a tehetségeiket. A bajnokságra hogy készülünk? Mi a megcélzott terv a tabellán? Hát az elvárás, ugye mivel tavaly, amikor lefújták a bajnokságot, kieső helyen volt a csapatunk, tehát most az elvárás a vezetőség részéről a biztos bennmaradás volt. Jól kezdtük a bajnokságot. 3 mérkőzésből 5 pontot szereztünk, tehát a jelenlegi ellenfelünknél is jobban állunk, nyilván nem lesz ez a végeredmény. Mi minden meccsre úgy készülünk, hogy nekünk létfontosságú minden 2 pontnak a begyűjtése. Most mai napon kaptuk az információt, hogy sajnos a hétvégi mérkőzésünk, sajnos most ugye a sérültjeinkre való tekintettel talán azt lehet mondani, hogy most ez jól jött nekünk talán egy picit, Szombathelyre nem kell elutaznunk, mert a Szombathely csapatában a covidos beteget találtak, és utána másfél hét múlva készülünk a Szekszárd elleni bajnoki mérkőzésre, ami azért is lesz fontos, mert ugye a Liga Kupába itthon kikaptunk tőlük, és mindenféleképpen szeretnénk a bajnokságba visszavágni nekik. Hát akkor én azt mondom, hogy vegyünk revansot a vereségért, mutassuk meg a Szekszárdnak, hogy jók vagyunk, és a kitűzött célok megvalósításához pedig sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, minden jót! Kedves nézőink, ennyi fért ma esti magazinműsorunkba. Legközelebb jövő héten, szerdán este 7 órától várom Önöket ismét, addig is a viszontlátásra.